Így gyűlik a jó kis víz, és itt szökik el. Ebbe kell beletömni ezt a jó kis dugót, és akkor majd erre fog tovább menni. Onnan meg a jó kis tartályomba, ami ott van, azon a csőben folyik le. Ennyi az egész, így néz ki. Szépen látszik, hogy már gyűlik fölfel a víz. És az fog történni, hogy megkerüli ezt a nagy dugót, szépen mellett elfolyik, és megy arra felé. Itt vagyunk a tartálynál, onnan érkezik a víz. Ugye ott voltam fönt, ott a saroknál, végigfolyik, lefolyik. Csövön át belefolyik, és így gyűlik. Varázspálca. A 100-ast odarakom a 300-hoz, azzal le lehet olvasni, hogy most vagyunk 215 liternél. És egy feladat van még. Le kell nullázni az esővízgyűjtőt. Kiöntjük. És fogjuk tudni, hogy hány milli esett azóta, hogy a 215-ről indult a tartály. Ennyi az egész. Föl kell jegyezni, és lehet tudni, hogy 1 milli esővel mennyi vizet tudok gyűjteni, hogyha le van dugózva a csatorna. Másnap reggel egész éjjel szemerkélt az eső. Az az igazi nagy esőnk nem volt, nézzük. Hopp, itt vagyunk. 700-hoz rakom a 100-as osztást, ez 645 liter. 645 volt, 215, ehhez tartozik szemmagasságban olvassuk le, 6 milli, akkor ezt gyorsan ki lehet számolni, kell egy számológép, egy szép zöld hátteret állítok be, kell egy jó kis számológép, ahogy mondtam. Tehát 645 mínusz 215, és ez van elosztva, ugye 6 milli esett. Ez azt jelenti, hogy 72 liter milliméterenként. Az egész jó, a múltkori az 77 liter volt. Ha ledugózom, a 70 liter fölötti mennyiséget lehet tartani, 70, 75, 80. Szuper, nagyon jó.